Sziasztok, folytatnám a Star Wars-os vonalat. Erre a videóra egy személyi halálcsillagot csináltam. Igen, a sötét oldalnak dolgozom. Ezzel a gombbal lehet megidézni. Így néz ki. Hát én rajzoltam. Jó, nem vagyok jó halálcsillagból. Aki tud jobbat, nyugodtan megcsinálhatja és elküldheti. A kis aranyos. Na, azt hiszem azt elárulhatom, hogy egy farkas van alatta. És hát ez attól személyi, hogy jönne utánunk, de sajnos parancsból nem lehet olyat idézni, mert egy azonosítót kell megadni, és arra így nem lehet hivatkozni. Szóval kénytelenek vagyunk így utólag megszelídíteni őt, ezzel a fénykarddal lehet. Na, hogy? És akkor mostantól jön utánam. Na de, gyere, sétáljunk. Na de mit lehet vele csinálni, hát azon kívül sétáltatni? Elpusztítani dolgokat, pontosabban mobokat. Helyet lehet kijelölni ezzel a tárgyal. Ezt ahová lövöm, oda fog ő lőni. Na, tehát csak azt akarom mondani, hogy mozgó entitásokat nem könnyű vele eltalálni, ezért csináltam ide egy célpontot, aki nem tud mozogni. Puff. Szedd le. Úgy. És akkor nyomj is a halálsugarat. Ő ügyes halálcsillag. Lerakok ide pár lázadót. Júj, kicsit közel van, ő is tud sérülni, ugye? Ha-ha-ha-ha-ha! Macskos kis lázadók. Na, hogyan is működik a szerkezet? Ugye egy farkas van alul, mint azt mondtam, ezért tud engem követni. Fölötte pedig egy Guardian van, az a halszerű úszkáló bigyó, tudjátok, amik a vízi templomokban, vagy vízalatti templom, vagy nem tudom, hogy hívják azokat. Ugye azokat őrzik, azok tudnak ilyen sugarat. Csak a resource packből megcsináltam a textúráját úgy, hogy ne legyen farka, meg olyan tüskék rajta. És akkor így ilyen halálcsillagszerű. Csak a textúra nem az igazi. Na, a command blokkok pedig, kezdem mondjuk ezzel. Ez ugye megidéz egy farkast, addig oké. Okay. Ami érdekes benne, ez a passengers, ez ugye régen riding volt, most már több és több entitást lehet megadni, itt ugye egy guardian van rajta. Igazából más fontos nagyon nincs, a farkason van egy ilyen aktív effekt, itt kezdődik. Így egészen. Ez ugye a láthatatlanság. Ki is van kapcsolva, hogy a buborékok se legyenek. Az így néz ki. És ugye el van némítva az a silent tag. Tehát megidézünk egy olyat. Aztán itt meg ezek működnek. Bekapcsolom az azonosítókat. F3 plusz H. A tére is. Ez egy hógolyó egyébként. Azt dobáltam. Ez természetesen meg a fénykard pedig a csont volt. Tehát egy hógolyót dobáltam. Mikor eldobok egy hógolyót, akkor a szerkezet legyárt egy armor standet, amit folyamatosan a hógolyóhoz teleportál. Ez azért kell, mert amikor becsapódik a hógolyó, akkor az ott eltűnik, megszűnik az entitás, de akkor honnan tudom? Tehát, hogy honnan fogom tudni kijelölni azt a helyet? Hát úgy, hogy legyárt egy armor standet, amit folyamatosan a hógolyóhoz teleportál, amikor a hógolyó pedig szétrobban, eltűnik, akkor az armor stand megmarad. És ekkor legyártja a gyorsan akartam mondani, a squidet, azt a tintahalat. Hát legyárt oda egy tintahalat, a Guardian pedig nem szereti, úgyhogy lövi neki a lézert. Most dióhelyében ennyi egyébként. Parancsokkal pedig az első, az kitörli az armor standet. Van egy score-unk is, azt előtte gyorsan mutatom. Egy ilyen score-unk, target a neve, és azt számolja, hogy hányszor használtuk a hógolyót. Tehát, az első parancs az azzal a játékossal, aki használta a hógolyót, tehát előtte a targetet, előtte a hógolyót, akkor hívom így, az kinyírja az armor standet, az előző targetet kinyírja. Ugyanis hát az tényleg ott marad. Most lövök, mint tudom én, egyet ide, aztán egyet oda. Akkor most már oda lőtt. Hát az elsőnél megmaradt az armor stand, és első körben ezt az armor standet leszedi, és a következő parancs pedig legyárt egy újat. Ez egy sima summon parancs, sima, hát jó, a játékossal futtatjuk le. Azért van benne ez, hogy akkor gyártsa le az armor standet, amikor használtam a hógolyót, ne folyamatosan.
később pedig, egészen pontosan itt meg lenullázza ezt a targetet, ezt a score-t. Ami érdekes az Almost Stand-ben az, hogy össze-vissza ugrálok, az, hogy láthatatlan, elneveztem targetnek, hogy pontosabban ki tudjam jelölni, tehát nem csak annyit mondok, hogy az Armor Stand, hanem aminek target a neve, így a pályán lehetnek ugye más Armor Standek biztonságban. De persze itt nem lesznek, csak ha esetleg valaki felhasznál egy másik pályán, akkor így egy fokkal biztonságosabb. Igen, és természetesen láthatatlan ez is. Jó, a következő parancs az Armor Standet, ami ugye target, a hógolyóhoz teleportálja. Ehhez van kötve egy komparátor. Ez ugye, ha van hógolyó, akkor világít, azaz a fákja kialszik. Oké. Amint becsapódik a hógolyó, nem fogja tudni lefuttatni ezt a TP-t, mert nincs hógolyó, úgyhogy kialszik, és felgyullad a reston fákja. Az első parancs az legyártja az Armor Stand-del, ott van summon, a squidet. Annyi kell neki, hogy láthatatlan legyen, ugye egy potion effect, ez, és csendes legyen, ne adjon ki hangot. A mellette lévő pedig az Armor Stand-el elpusztítja, itt van, hogy az Armor Stand-el futtatja le, elteleportálja 1000-rel lejjebb, ez gyakorlatilag elpusztítja a messzebb lévő célpontot. Tehát ez volt az, hogy lőttem oda egyet, ott volt a squid, aztán lőttem egyet ide, közben esteledik, ja nem, csak eső. Tehát lőttem egyet ide, és akkor elpusztította az elsőn lévő Armor Stand-et és squidet, ezért oda lőtt. Igen. Ja, azért kezd a 1000-rel lefelé teleportálás, mert ha kilt írnék, akkor lenne ugye ez a felhő effekt, és akkor így sokkal szebb, láttátok. Jó, igen, és akkor ezt mutattam, ez lenullázza, hogy többször lehessen használni. Mármint a score-t. Ez a squidnek az R tagjét 3000-re állítja. Ez azért kell, mert ha a szárazföldön van a squid, akkor az így meghal. De ha az R az nálam legalább nem tudom mennyi, szerintem ha 0 fölött van, ha jól satszolom, de mindegy, a 3000 az tuti jó, akkor viszont nem fog meghalni, úgyhogy azért van ez, hogy ne halljon meg. Ezt teszteli, hogy van-e squid. Itt is ugye targetet adtam meg névnek, és amit itt tesztelek, hogyha vannak pályán más squidek, akkor arra ne legyen érzékeny a szerkezet. Hogyha van ugye világít, ha nincsen, akkor felgyullad a komparátor, nem, kihaszik a komparátor, és felgyullad a reston fák, és akkor lefutatja az, hogy megidéz a páncélállványon egy creepert. Az volt ugye a robbanás a végén. És a legvégén pedig ez csak azért kell, itt a squidet teleportálja a páncélállványhoz. Na, hoppá. Ami nagyon közel van hozzá lehetőleg. Ez azért kell, mert próbálkoztam vele, és egy kicsit ki lehet játszani a szerkezetet, ha elég idiótán lövöd, hopp, látjátok, de elég idiótán lövöd az ember, akkor ki lehet játszani sajnos. Az a parancs egy próbálkozás arra, hogy nehezebben lehessen kijátszani. Jó, a pálya természetesen letölthető, a resource pack ugye benne van, a pálya mappában resources.zip néven. Hát akkor jó, pusztítást, a kézikönyv óvjon.